Jó estét kívánok! Ezer település már nincs, és egyre kevesebb a hó miatt járhatatlan utak száma is az országban. Az állami mentőakciókat és intézkedéseket viszont újabb kritika érte. Sok autós ugyanis váratlan éjjeli kalandra kényszerült. Szerintük a hatóságok tegnap többször is hibáztak, amikor közölték, hogy járható az M1-es autópálya, miközben órákig nem mozdult a Budapest felé tartó kocsisor. Az MSZP szerint a kormány össze-vissza beszél és hülyének nézi az embereket. Jó napot kívánok! Hol mennek? Na, üljenek be! Orbán Viktor is meglátogatta a havazás által leginkább sújtott M1-es autópályát. Tegnap késő délután tette fel ezt a videót a Facebook oldalára a miniszterelnök, aki a képek tanúsága szerint egy kamionjához igyekvő fiatal erdélyi párt vitte el egy darabon. A videónak azt a címet adta, hogy visszatért az élet a normális kerékvágásba. Bár a kormányfő mellett sokáig a hatóságok is azt állították tegnap késő délután, hogy az M1-es Budapest felé már végigjárható, azonban ezek egy nézőnk által beküldött képek másról tanúskodnak. Az autósok sokáig lépésben tudtak haladni Budapest felé, majd a 82. kilométernél teljesen beállt a forgalom. 6 órán keresztül vártak, és ez idő alatt a hatóságoktól semmilyen információt sem kaptak. Azt írják, hogy megnyílt az M1. Az ATV műsorvezetője is sokáig vesztegelt a dugóban. Bombera Krisztina 10:30-kor lépett át az osztrák határon, akkor még a hivatalos források úgy tájékoztattak, hogy járható az autópálya. Az egyetlen rendőr, akivel találkoztunk Győr magasságában, az azt mondta, hogy ne térjünk le az útról, menjünk tovább az M1-en, mert az az egyetlen, ami most biztonsággal járható, és már járható, bár sok információja nincsen. Ezek után Győr kelet lejárónál ültem este 11-től hajnali 3-ig a gyerekekkel az autóban, úgyhogy egyetlen rendőr nem jött. Gyakorlatilag használhatják az utakat. Az MSZP szerint a kormány össze-vissza hazudozik a hóhelyzettel kapcsolatban, és hülyének nézi az embereket. Ennek a felelőtlenségnek, ahogyan ezek a napok zajlottak, ennek a káosznak emberek sokaságai lehettek volna a vesztesei. Csak annak köszönhetjük, hogy ez nem így történt, hogy az emberek egymás között összefogtak. A legfrissebb információk szerint az országban már nincs elzárt település, és egyre kevesebb a járhatatlan utak száma is. Megszűntek a hóakadályok a hóvihar által leginkább sújtott M1-es autópálya teljes szakaszán, így már lehet autózni Budapest és Hegyeshalom között a stráda mindkét oldalán. Az utak jó részét is sikerült megtisztítani a hatalmas mennyiségű hótól, és mára-már olyan képet mutat a stráda is, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy tegnap este még rengetegen vártak arra, hogy tovább jussanak. Harckocsi várakozik az útszélén, ez a felvétel azonban nem valamelyik háborúval sújtott országban, hanem tegnap az M1-es autópályán készült, ahol a katonák segítségével szabadították ki az elakadt autókat a hófogságából. Sok helyen két sorban várakoztak a kamionok arra, hogy aztán rendőri felvezetéssel végre elindulhassanak úti céljuk felé. A legtöbben egyébként arra panaszkodtak, hogy fogalmuk sem volt, hogy mit tudnának tenni. Volt egy határzár, azt nekem tartott egy olyan 3,5 óra állásba, akkor megnyitották a határt, el tudtam jönni Mosonmagyaróvár Csolmény lejárói. Ott visszatereltek Hegyeshalomra. Hegyeshalomnál azt mondták, hogy jó, akkor lehet visszafordulni. Komáromba úgy Tatabány, és onnan már fel lehetne menni az M1-esre. Most szólnak, hogy Komárom fele se lehet menni. Akkor kaptunk egy másikat, de menjünk fel Sopronba. Onnan le a 8-asra. Most mondják, a 8-ast ugyanúgy hóátfúvás. A készenléti rendőrség győri parancsnoka szerint nagyon sokat dolgoztak a rendőrök azért, hogy minél pontosabb tájékoztatást tudjanak adni. Azokat a szükséges információkat megkapták az adott operátortól, illetve kijelölt kollégánktól, amelyek a feltett kérdésre a megfelelő választ kellett, hogy képezzék. Itt kell egyébként megemlítenem azt, hogy több mint 20 órát például ugyanezen a szakaszon berendekedtek, köztöltötte a Győr-Moson-Sopron megye rendőr főkapitányságnak a vezetője is, a kúria elnöke is többek közt, tehát nagyon sok olyan személy is berendekedtek között volt, aki ugyanúgy, mint bármely más állampolgár, ezt megfelelő türelemmel és készséggel kezelte.
Rendőrök, tűzoltók, civilek lapátoltak szinte egyfolytában, és szabadították ki egyik autót a másik után, de ha kellett, akkor szendvicseket vittek a sorban rekedteknek. Az M1-es megtisztításában a honvédség eszközei mellett az osztrák hótolók is segítkeztek. Ott, ahol csütörtök éjjel ezek a felvételek készültek, a már arra szólni sem képes kocsisorról, ma már ilyen jó tempóban lehetett autózni. Már csak egy-két út volt lezárva a hatalmas hótolaszok miatt, de ma már minden települést meg lehetett közelíteni.